Köszöntöm Önöket, friss napszemlét láthatnak a héten utoljára, mutatjuk a tartalmat. Több százan vettek részt azon a Gyergyó területi RMDS által szervezett fórumon, amelynek vendége Kelemen Hunor szövetségi elnök volt. Elkészültek a Csíkszeredai Kós Károly szakközépiskola új tanműhelyei, a kampusz fejlesztése tovább folytatódik. Kiállítás megnyitóval ünnepli a Csíki Székely Múzeum Nagy István születésének 150. évfordulóját. Több százan vettek részt azon a Gyergyó területi RMDS által szervezett fórumon, melynek vendége Kelemen Hunor szövetségi elnök volt. Az elmúlt időszak kormányzati eredményeiről, a következő hónapok kihívásairól volt szó az eseményen. A gyergyói térség minden RMDS szervezetét képviselték, küldöttek, de az egyházak, oktatási és más intézmények, civil szervezetek, vállalkozások is képviseltették magukat a Gyergyó területi RMDS fórumán. A házigazda szerepében Barti Tihamér területi elnök üdvözölte a jelenlévőket. Azt mondta, a réteg találkozók után szükségesnek mutatkozott egy szélesebb körű találkozó is, kevésbé monoton, interaktív módon. Az elmúlt hetekben az RMDS kormányzati csapata úgy döntött, hogy azt az információt, amit Bukarestben a munkájukkal elvégeztek, meg kell osztani a közösséggel, és nagy örömünkre szolgált az, hogy Kelemen Hunor elfogadta a meghívásunkat, és eljött Gyergyószent Miklósra, hogy a gyergyó székiéknek beszéljen arról, hogy milyen megvalósítások voltak, milyen tervek vannak, és természetesen arról is, hogy a gyergyó székiek támogassák egy új szövetségi elnöki tisztségben való indulásra. Az elmúlt években egy nagyon jó együttműködés volt a gyergyószéki szervezetnek Kelemen Hunor szövetségi elnökkel és az általa vezetett csapattal. Ezt szeretnénk mi folytatni, és a kollégákkal folytatott egyeztetéseknek következtében tudom mondani, hogy a gyergyószék maximálisan kiáll Kelemen Hunor újabb elnöki mandátumára való indulásá mellett, és reméljük, hogy a tapasztalat, amit felhalmozott, azt tovább tudja kamatoztatni, és a közösségünk folyamatosan tud ebből táplálkozni, és sok előnyünkre fog válni az elkövetkező években. Bende Sándor, a térség parlamenti képviselője azt emelte ki üdvözlőjében, mindent megtesz a parlamentben az RMDS, hogy az emberek életét megkönnyítse. Kelemen Hunor megjegyezte, sose tapasztalt még ekkora érdeklődést RMDS esemény iránt Gyergyóban. A kormányzásnak ez az időszak, ami mögöttünk van, ugye azt is jelenti, hogy az emberek előtt beszámolunk, a közösségünk előtt, mert az ő bizalmuknak köszönhetően tudunk képviseletet biztosítani Bukarestbe és azon belül a kormányzatba részt venni. Ez természetes, hogy azt elmondjuk időről időre, hogy mit végeztünk el a vállalt feladatokból, másrészt meg, hogy milyen terveink vannak, illetve hol kellene javítani. Amikor kezdtük a kormányzást, akkor a pandémia közepén voltunk. Ez elég nagy kihívások elé állított bennünket, mert egyik kezünkkel tüzet oltottunk, a másik kezünkkel meg kellett építkezni. És utána jött az orosz-ukrán háború, ami újabb nehézségekkel, különösen az infláció, az energiaárak és mindaz, ami ebből következett, nehezítette a terepet, ahol haladni kellett. Ilyen körülmények között mégis azt mondom, hogy a jó kormányzás azért volt lehetséges, mert tudtuk, hogy a közösségnek az életminőségét javítani kell, olyan beruházásokat kell építeni, elindítani, megvalósítani, amelyek kiszámíthatóvá teszik, és jobbá teszik az embereknek az életkörülményeit. Egyrészt, másrészt meg biztonságot, megvédeni a családokat az inflációtól, amilyen mértékben lehet. Az igazság az, hogy nem mi okoztuk a problémát, nem is tudjuk mi egymagunkban megoldani. De az, hogy az energiaárak tekintetében ma villamosenergia, gáz esetében felét fizetjük, mint amennyi lenne a piaci ár, azt meg tudtuk tenni, és megtettük, mert így tudtuk védeni a háztartási fogyasztókat, azaz a családokat, illetve a munkahelyeket. Másrészt akkor, amikor a nyugdíjakról beszéltünk, nekünk az volt a szempontunk és az álláspontunk, hogy azt olyan mértékben kell növelni a kis nyugdíjasok esetében, hogy az inflációt fedje. Ezt sikerült megtenni, és én ezt megint egy nagyon fontos dolognak tartom. Másrészt pedig nyilván az építkezés, mert akármilyen nehéz időszak van, azt látni kell, hogy van pénz fejlesztésekre az Európai Uniós költségvetésből és a hazai költségvetésből. Ezért indítottuk el a nagy programokat. Ma Gyergyó településen, Gyergyószéken nincsen olyan település, ahol ezekből a programokból valami nem épülne és nem valósulna meg.
Egy moderált beszélgetésre került sor Barti Tihamérral és Kelemen Hunorral. A beszélgetés során szó volt az RMDS szerepéről úgy a térségben, mint az országban, a kormányban, illetve az Európai Parlamentben. Kelemen Hunor hangot adott véleményének a speciális nyugdíjak kapcsán. Elmondta, az RMDS a hozzájárulás arányos nyugdíjakat támogatja. Nem ért egyet azzal, hogy egyesek többet kapjanak, mint amennyit befizettek. Ugyanígy a bírák és ügyészek esetében a korai nyugdíjazással sem ért egyet a szövetségi elnök. Barti Tihamér kiemelte, 53 millió lejt gyűjtenek be adókból a térségben, s ehhez képest 800 millióra zajlanak beruházások a térségben. Ez is a kormányzati szerepnek köszönhető, hangzott el a beszélgetésen. A jelenlévők is kérdeztek a politikusoktól, kellemetlen kérdések is terítékre kerültek. Majd a területi szervezet nevében Barti kijelentette, támogatják Kelemen Hunort az újabb szövetségi elnöki mandátuma elnyerésében. Hétfőn a román nyelv és irodalom vizsgával kezdődik a 12-esek és 13-osok próbaérettségie. A tanügyminisztérium által jóváhagyott ütemterv szerint kedden a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból, szerdán a szaknak megfelelő választható tantárgyból, csütörtökön pedig a kisebbségi nyelvek valamelyikén tanuló diákok anyanyelvből vizsgáznak. A próbaérettségi eredményeit április 6-án teszik közzé. A vizsgázó fiataloknak 8:30-ig kell megjelenniük a vizsgateremben, a tételeket 9 órakor osztják ki. A próbaérettségén kapott jegyek ellen nem nyújtható be fellebbezés, és nem vezetik be azokat az osztálynaplóba, csak a tanuló írásban kifejezett kérésére. Nem nyugszanak a kedélyek a Gyergyószentmiklósi önkormányzatnál. A márciusi soros tanácsülésen is feszült volt a hangulat. Egy-egy témánál veszekedésbe fajult most a vita. Továbbra is teljesen különbözően lát egy-egy ügyet a testület és a polgármester. Nem szavazta meg a Gyergyószentmiklósi önkormányzati testület azt a megegyezést, amelyet Csergő Tibor polgármester alkudott ki a korábbi távhőszolgáltatóval. Szóban megegyeztek az ISZTÁR ügyvédjével, hogy az elmaradt haszonért az utána járó kamatokkal, azaz mintegy 4,7 millió lejt, ne egyszerre, hanem egy év alatt 4 részletben fizesse ki a város, késedelem esetén pedig további napi 0,5%-nyi kamatot kell felvállalni. Utóbbival volt problémájuk a tanácsosoknak. Amint Bajkó László kiemelte, ha ez bekövetkezik, további napi 12.500 lejes kiadás terheli majd a várost, és nem lát garanciát arra, hogy valóban lesz az adott dátumokon elég pénze a városnak. Véleményéhez többen csatlakoztak, azt kérték, mutasson be pontos és reális alapokon fekvő visszafizetési tervet a polgármester. Csergő Tibor azt ígérte, prioritást élvez majd az önkormányzati kiadásokban a törlesztés, de ezzel nem elégedtek meg a tanácsosok. Ha ez így nem jó, én visszavonom, s többet nem foglalkozok vele, fakadt ki a polgármester. Szavazáskor egyetlen voksot sem kapott ebben a formában az alkú. A Monturiszt is újra terítékre került. Bajkó László terjesztett elő egy tervezetet, amellyel a polgármestert bízta volna meg azzal, hogy a cégtől kikérje az augusztusi és decemberi közgyűlések jegyzőkönyveit. Mint kiderült, próbálták kikérni az ügyvezetőtől, de azt válaszolta írásban, nincs hatáskörük erre, mert megbízásuk csak a közgyűlések napjaira volt a tanácsosoknak. A polgármester kijelentette, nem vállalja a megbízatást, bízzák meg az alpolgármestert vagy a jegyzőt a tanácsosok. Az is felmerült, maguk közül nevezzenek meg valakit. Vállalkozók nem akadtak, személyeskedésbe, hangoskodásba torkolló vita azonban igen. Végül a határozat megszületett egyetlen tartózkodással. A mindenkori soros tanácsülés elnök kapja a feladatot, hogy kikérje ezeket az iratokat. Frissítették a Jakab Antal tér, illetve a Fürdő és Budai Nagy Antal utcák teljes körű felújítására vonatkozó műszaki és gazdasági terveket. Közel 0,5 kilométernyi út, 153 négyzetméternyi tér és a hozzájuk tartozó közvilágítás újulhat meg. A becslések szerint közel 7 millió lejre van szükség, amit az Angelszalinyi programból igyekeznek megszerezni. Előtanulmány készült a Szárhegyi út és az Állomás utca közé tervezett bekötő út megépítésére, ezt is elfogadta a testület. Ez 10 hónap alatt javasolja megépíteni a mintegy 900 méteres útszakaszt, ahol előbb a föld alatti infrastruktúrát kell kiépíteni,
Ezután útalapot, járdát, biciklisávot és közvilágítást is. A beruházáshoz szükséges 5 millió lejt a helyi és a megyei tanács közösen teremti elő. Kezdődhetnek a terület kisajátítások a határozat elfogadása után. Rekord költségvetéssel indult el ma a roncsautó program. Növelték az értékegyek összegét, jelentette be tegnap Táncos Barna. Idén több mint 1,3 milliárd lejes költségvetéssel indítják a klasszikus és plusz roncsautó programokat, amelyekkel a közlekedésből származó károsanyag kibocsátás csökkentését támogatják, és 15%-kal növelték az értékegyek összegét. Mától ismét igényelhetik az értékjegyeket azok a magánszemélyek, vállalkozások vagy önkormányzatok, amelyek új autóra cserélnék régi, szennyező gépjárműveiket. Minden szennyező autó kivonását a forgalomból legkevesebb 7000 lejjel támogatják a roncsautó programban. Ugyanakkor egy elektromos autó vásárlásáért járó értékjegy elérheti az 54000 lejt is, amellyel jelentős támogatást nyújtanak azoknak, akik a drágább, de környezetbarátabb technológiát választják. A klasszikus és plusz roncsautó program ma délelőtt indult. A magánszemélyek az engedélyezett autógyártók képviseleteinél, a vállalkozások pedig a Környezetvédelmi Alap internetes felületén iratkozhatnak be a programban. A klasszikus roncsautó program költségvetése 560 millió lej, míg a roncsautó plusz programé 780 millió lej. Az idei első pályázati időszak június 30-áig tart. Elkészültek a csíkszeredai Kóskároly szakközépiskola új tanműhelyei. A négyféle szakma gyakorlati képzését szolgáló beruházást bemutató sajtótájékoztatón a korábbi fejlesztéseket is ismertették. A kampusz kapcsán pedig a további elképzelésekről is beszéltek a megyeszékhely elöljárói. Egy újabb beruházás végére tesznek pontot a csíktaplacai, most már hivatalosan is egy szakközépiskolai kampuszként említhető oktatási helyszínen. Elkészültek ugyanis a Kóskároly szakközépiskola tanműhelyei, illetve a helyszíni sajtótájékoztatón a korábbi fejlesztéseket, felújításokat is ismertette Korodi Attila polgármester és Sógor Enikő alpolgármester. Most egy tanműhelynek az átadásán vagyunk, ez egy közel 1000 négyzetméteres épület együttes, ahol a Kóskároly szakliceumnak különböző az ő szakát érintő oktatási modulokhoz szükséges műhelyek vannak létrehozva, plusz egy informatikai terem, ahol most vagyunk. Emellett pedig a Vence József középiskolának, szakközépiskolának tavaly fa megmunkáló automatizált gépeket adtunk át, valamint a műhelyének a teljes fűtés korszerűsítését végeztük el, és közben a Vence József és a Kóskároly szakközépiskoláknak a főépületeinek a felújítása történt, meg azt tavaly vettük át. A Kóskároly szakközépiskola új tanműhelyének létesítése hosszú folyamat volt. Az alapja még 2008-ban megépült, a munkálatok azonban azt követően pénzhiány miatt abba maradtak. Néhány éve újabb támogatási forrásra pályázott Csíkszereda önkormányzata, majd két évvel ezelőtt a kivitelezést is elindították. Két év után, amikor aláíródott a kivitelezési szerződés, megépült a Kóskároly iskola, szakiskola szakműhelye, amely három szaklaborból vagy műhelyből áll, plusz egy informatikai laborból, tehát fa megmunkálás, kőműves és épületgépészet szakra készítenek fel gyerekeket. A beruházás az a Nemzeti Regionális Fejlesztési Alapból történt, és ezek európai alapok, tehát visszanemtérítendő finanszírozás. Eredetileg 6,1 millió lej volt a beruházás összege, ez 6,3 millióra kerekedett. A város hozzájárulása az 201 ezer lej, és ez körülbelül pont azt az összeget fedi, amellyel fel is szerelték bent a műhelyeket. Tehát amint látható, itt pont a fa megmunkáló műhelyben vagyunk, vannak fa feldolgozó vagy megmunkáló padocskák, illetve a diákoknak a jegyzeteléshez szükséges kis asztalok. Az épület teljesen kész van, tehát még fogyóanyagokkal is el van látva szintén a
ebből a finanszírozásból, úgyhogy már csak az következik, hogy a diákok elfoglalják. Az épület telekkönyvezése folyamatban van, várhatóan a tavaszi vakációt követően veheti használatba a közel 500 diák a tanműhelyeket. Az elkészült beruházás szerves részét képezi a szakoktatási rendszer fejlesztésére irányuló városvezetési célkitűzéseknek, melyekhez a 7 hektáros kampusz teljes felújítása is sorolható. Ez a kampusz pályázat igazából teljesen újra gondolja a szakoktatást, hiszen a konzorcium megalakításával, amiben 21 tag írt alá egy közös szerződést, ebből a 4 szakiskola, de van 2 önkormányzat is, illetve 12 vállalat. Azt jelenteni, hogy integráljuk a munkaerőpiacra a duális képzést, illetve lehetőséget ad arra, hogy maga a szakoktatási folyamat az a technológiai fejlődéssel adekváltan tudjon fejlődni. Gyakorlatilag kiegészítő tevékenységre van szükség, például nincsen elég tornaterem. Azért a fiataloknak nem csak a munkavégzéshez kell megtanítani, hogy hogyan készüljön fel, hanem az utási időszak alatt megfelelő egészséges életmódot is tudják átadni. Ezért tornaterem lenne szükség, több bentlakásra lenne szükség, és műhelyekre, laborokra. Ez mind a 3 iskolát érinti, remélhetőleg ezeket a következő években különböző pályaforrásokat támaszkodva meg tudjuk valósítani. A tanintézmények igényeire szabva többnyire új zöldmezős beruházásokra közel 100 millió leértékben nyújtott be pályázatot az önkormányzat az országos helyreállítási terv alapjaihoz. Iskolai felszerelésekre pályázik a csíkszeredai önkormányzat. Péntek reggeli soron kívüli ülésen a várost vezető testület elfogadta 26 millió 720 ezer lei összértékű finanszírozási kérelem benyújtását az országos helyreállítási tervhez, jelentette be közösségi oldalán Csíkszereda városháza. A közlemény szerint pozitív elbírálás esetén Csíkszereda óvodái, általános és középiskolái vadonatúj felszereléseket nyernek. 442 tanterem új bútorzatot kap, 436 tanterem információ és kommunikáció technológiai eszközökkel bővül. Továbbá felszerelnek 18 természettudományi tantermet, közülük 9-et digitális eszközökkel és 21 egyéb tantárgy laboratóriumát új eszközökkel látnak el. 18 pszichopedagógiai és 14 sporttermet, felszerelnek 4 szakközépiskolai tanműhelyt is. A közlemény szerint a pályázati dokumentáció feltöltését már pénteken elkezdik. Továbbra is gondot jelent az orvoshiány. Erdélyben ez leginkább Hargita és Kovászna megyék településein tapasztalható. Az orvoshiány probléma köréről a héten Bukarestben megrendezett WHO találkozón is beszéltek. Hargita és Kovászna megyében tapasztalható leginkább az általános orvoshiány, ami elsősorban az alapellátásban érezteti hatását. A házi orvosi hivatás nem túl népszerű az orvosi egyetemet végzettek körében. Dániel Korjú, a romániai orvosi kamara elnöke, a News.ro hírügynökségnek azt nyilatkozta. A Romániában praktizáló 55 ezer orvos fele a nagy egyetemi központok, Bukarest, Kolozsvár, Temesvár, Marosvásárhely és Jászvásár vonzás körzetében dolgozik. Itt az európai átlag fölött van az egyfőre jutó orvosok száma, máshol azonban súlyos szakember hiánnyal küzdködnek. 3 megyében 300-nál, 10-ben 500-nál kevesebb orvos van a szükségesnél. A hiány elsősorban a falvakat és a kisebb városokat érinti. A témát az Egészségügyi Világszervezet és az Egészségügyi Minisztérium Bukarestben rendezett regionális találkozóján is megvitatták. Alexandru Rafila egészségügyi miniszter szerint viszont kissé csökkent a humán erőforrás hiány. Az elmúlt 5 évben nőtt az orvosok száma, amivel közelebb kerültünk az európai átlaghoz, jelenleg 346 orvos jut 100 000 lakosra, de ez nem elég,
mert két másik kihívással is szembesülünk. Az egyik az orvosok és orvosi asszisztensek területi megoszlásával kapcsolatos, a második kihívás pedig azzal, hogy Romániában volt egy hosszú, reményeink szerint véget ért időszak, amikor több mint 10 000, valószínűleg közel 15 000 orvos emigrált az Európai Unió országaiba, de az Egyesült Államokba és Kanadába is. Hans-Henri Kluge az Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Irodájának igazgatója is felszólalt, és a romániai orvosképzést méltatta. Románia vezető szerepet tölt be az egészségügyi szakemberek képzésében, az 5. legtöbb orvosi végzettséget és a 3. legnagyobb ápolói végzettséget adva az Európai Unióban. De Európa többi részéhez hasonlóan a migrációval, valamint az egészségügyi dolgozók városi és vidéki területek közötti egyenlőtlen eloszlásával kapcsolatos közös kihívásokkal is küzd. Kluge felvázolta a Románia és a kelet-európai régió egyik megoldandó problémáját is. A régióban dolgozó orvosok akár 40%-a is nyugdíjba vonulhat a következő évtizedben, helyettesítésükre pedig nincs kidolgozott terv. Kiállítás megnyitóval ünnepli a Csíki Székely Múzeum Nagy István születésének 150. évfordulóját. A tárlat egyedisége, hogy még soha sehol nem voltak ilyen formában összegyűjtve és közszemlére téve a művész munkái. 150 évvel ezelőtt, március 28-án született Nagy István festőművész. A közelgő évforduló alkalmából több napon át zajló eseménysorozattal tisztelegnek a csíkmincenti születésű alkotó előtt. A Csíki Székely Múzeum szervezésében a művész munkásságát bemutató tárlat megnyitóra már javában zajlanak az előkészületek. Több mint 180 festmény, grafikát állítunk ki a művésznek az életművét a kezdetektől a élete végéig bemutatni. És hát lesz ugye akkor a kiállítás megnyitó kedden nálunk a Csíki Székely Múzeumban 17 órától, azt megelőzően a Nagy István Művészeti Liceummal közös szervezésben ki fogunk menni Csíkmincentre, a Csíkmincenti iskolával is közösen szervezve egy ilyen emlékünnepségre, ahol lesz egy koszorúzás, egy megemlékezés a Nagy Istvánról, a Nagy István Emlékháznál, és előző nap a Nagy István Liceum is tart egy megemlékezést, tehát hétfőn 27-én a Nagy István Liceumnak az emléktáblájánál is lesz egy koszorúzás, illetve szerdán a megnyitó után itt nálunk lesz egy könyvbemutató, amely Nagy Istvánról szóló tanulmánykötetet mutatnak be, illetve egy filmet, amelyet Sümegi György művészettörténész fog méltatni. Csíkszeredában talán még soha ennyi munkája nem volt kiállítva Nagy Istvánnak, ilyen formán berendezve pedig teljes mértékben egyedinek számít a tárlat. Ezt alapul véve gyakorlatilag hazahozták a művészt. Ennek a kiállításnak az egyik újdonsága az, hogy rengeteg magyarországi és hazai múzeumból vannak művek, ez ugyancsak egyedi alkalom. Korábban az elmúlt években voltak már jelentős Nagy István kiállítások, de olyanok, amelyen a magyarországi és a romániai múzeumi gyűjtemények alkotásai együtt legyenek, nem volt ilyen kiállítás, tehát ez egy nagyon fontos dolog, ugyanis a magyarországi meg romániai múzeumokban egyaránt nagyon fontos alkotások vannak. Emellett pedig az is fontos, hogy nagyon sok németországi, magyarországi és hazai magángyűjteményből állítottunk ki műveket, illetve a Csíki Székely Múzeum saját gyűjteményét, ezek között, ebben olyan korai ceruzarajzok és szénrajzok vannak, amelyeket korábban a közönség nem láthatott, és amelyek a család, a Nagy István családjának a környezetéből kerültek ki. Tehát ezek nagyon fontosak Nagy István pályának a kezdetét illetően, meg egyáltalán ezt a csíki, az életműnek a csíki beágyazottságát illetően. Bár szakmai körökben világszínvonalúnak tartják Nagy István művészetét, a nagy közönség még ma sem igazán ismeri alkotásait. A kiállítás célja, hogy a művész életútját követve átfogó képet nyújtson erről a kivételes életműről, a Nagy István által művelt műfajokon, jellegzetes alkotói korszakain keresztül. Alkotói időszakainak műveit 5 terembe csoportosítva láthatja majd a közönség. Az első teremben a korai művek láthatóak, tehát a párizsi tanulmányoktól egészen el a háborúig. Itt megjelenik a békási útépítéssel kapcsolatos munkája, ami nagyon fontos volt. A csíkmincenti családi környezetben készült képek,
A második teremben hangsúlyosan a világháborúban alkotott művek, katonaportréi, láthatóak ezek azok a munkák, amelyekkel a leginkább beírta magát a művészet történetébe, és hát ezek nagyon drámai, nagyon, nagyon erőteljes és súlyos válogatás, ami a bástyában látható. Ezt pedig egy csendesebb periódus követi, az úgynevezett alföldi korszaka a művésznek, amikor 1920-ban elment Magyarországra, és az Alföldön bolyongott. A harmadik terem az a sikeréveit mutatja be. 20-as években, 23-ban Budapesten volt nagyon nagy kiállítás, aztán Kolozsváron több kiállítása, így Magyarországon és Romániában is egyaránt azt mondhatjuk, hogy teljes sikere volt, tehát ugye a kritika rengeteget írt róla, és nagyon, nagyon jó dolgokat, tehát nagyon fontos festőnek tartották, és valóban ekkor alkotta meg valószínűleg a legerőteljesebb munkáit. A negyedik terem, ahol most vagyunk, ez már a negyedik és az ötödik terem, ez már az a periódus, amikor egyrészt Nagy Istvánnak az energiája már hanyatlott, tehát az egészségi állapota is romlott, a gazdasági viszonyok is romlottak, egyrészt a gazdasági válság miatt, másrészt pedig ön maga már nehezebben tudott eladni, tehát sokkal nehezebb körülmények között alkotott. Ennek ellenére ebben a periódusban láthatóak a legvidámabb alkotásai, amit mi azzal magyarázunk, hogy ekkor alapított családot, 26-ban megnősült, 27-ben megszületett István nevű fia, és ez a lelki háttér, ez ami nagyon, nagyon jól érződik az ekkor alkotott tájképeiben, kompozíciós portréiban és csendéleteiben is, illetve a kiállítás lezáró utolsó teremben a fia portréja mutatja ezt nagyon jól. Ott pedig az úgynevezett emlékképeket mutattuk be, azokat a műveket, amelyeket pályának utolsó éveiben, Jugoszláviában és Baján festett, és annak ellenére, hogy ott festette ezeket a képeket, ezek jelentős mértékben a békási szorost, meg a gyilkostó környékét ábrázolják, tehát a művész visszavágyott, és emlékezetből festette meg ezeket a képeket, amelyek ugyanakkor a legszabadabb és legmesésebb képei. Minden teremben helyet kaptak nagyobb jelentőséggel bíró alkotások, például az édesanyját ábrázoló portrésorozat, a jugoszláviai kompozíciós vagy a katonaportrék. A kiállítás megnyitóját március 28-án kedden 17 órától tartják. A művész alkotásaiból készült válogatás március 29-e és augusztus 30-a között látogatható. Mutatjuk még egyszer röviden a napszemlénk tartalmát. Több százan vettek részt azon a Gyergyó területi RMDS által szervezett fórumon, amelynek vendége Kelemen Hunor szövetségi elnök volt. Elkészültek a Csíkszeredai Kós Károly szakközépiskola új tanműhelyei, a kampusz fejlesztése tovább folytatódik. Kiállítás megnyitóval ünnepli a Csíki Székely Múzeum Nagy István születésének 150. évfordulóját. Eddig a hírek, köszönöm figyelmüket, két fontos információ még így a napszemle végére. Ne feledjék, március 25-éről 26-ára virradó éjszaka hajnali 3 órakor kell átállítani az órákat 4 órára. A másik, és legalább ilyen fontos, hogy hétfőn ismét friss napszemlével jelentkezünk, akkor majd kolléganőm Barabás Pál hajnalka számít önökre. Szép estét, viszontlátásra! Műsorunk támogatója a Diego Áruház.